Sok táborban félnek a cukorbeteg gyermekek felügyeletétől, így nem fogadják őket szívesen, mivel azonban nekik is szükségük van nyári élményekre, kimondottan számukra szervez napközis tábort a Nyírdiabet Egyesület. A 12-19 évesek mellett idén már a kisebbeket is várják. A témával kapcsolatban pedig vendég a stúdióban dr. Kántor Irén, gyermekorvos, diabetológus. Kezdjük sokan, hogyha jól tudom, akkor konkrétan a Nyírdiabet Egyesület ezért is alakult, hogy legyen táboroztatási lehetőségük a diabéteses gyermekeknek, és ezt azért kérdezem öntől, mert ha jól tudom, akkor alapító tagja ennek az egyesületnek. Igen, ez a Nyírdiabet Egyesület, ez már körülbelül 10 éve létezik, él és működik, és kifejezetten valóban ezért alakult, hiszen az egyes típusú diabéteses gyerekeknek a kezelése nagyon összetett, csak egyetlen dolog az inzulin. Ezen kívül még az étkezés, a mozgás, az időjárás, lányoknál a periódus, az alkohol, a sportolás, a stressz, mindezek befolyásolják a gyerekeknek a vércukrát. És a táborban mindenre lehetőséget adunk, hogy a gyerekek kipróbálják saját magukat. Sportolásban, barátkozásban, mozgásban, leginkább és természetesen az étkezésben. Ezzel kapcsolatban mutatjuk meg nekik, hogy milyen tevékenység, milyen étel, plusz az inzulin hogyan változtatja a vércukrukat. De mindezt olyan játékos formában, vagy a mindennapi életnek annyira eldugva a tevékenységükben, hogy szinte észre se veszik, hogy tanulnak. Ez mindenképpen dicséretes, és ha jól tudom, akkor ez nem csak a táborokban fordul elő ez a probléma, hanem igazából iskolákban is, és egy korábbi beszélgetésünk alkalmával már azért ön is érintette, hogy bizony iskolákba is eljárnak oktatni pedagógusokat, hogy ne legyen probléma azzal, hogy hogyan kell kezelni az egyes típusú diabéteses tanulókat. Nagyon sok iskolában volt ez probléma, illetve óvodában, de fenntartom továbbra is azt a véleményemet, hogy mindenki attól fél, amit nem ismer. Úgyhogy tényleg nagyon örülünk, hogy mostanában egyre több iskola, óvoda ezt felismeri, hogy szeretnének együttműködni velünk, és a gyermekekkel, a családokkal. Mi lehetőséget adunk arra, hogy elmegyünk, személyesen megtanítjuk őket a inzulinadásra, a vércukormérésre, az étkezésre, mindenféle olyan tevékenység, ami befolyásolja a gyerekeket, és előfordul az iskolában, óvodában. Azok hogyan befolyásolják a gyerek vércukrát, és ne féljenek az idegentől. Milyen táborról van szó, napközis, vagy ott alvós tábor? Az egyesületnek többféle tábora van. Az, amiről most beszélünk, az egy napközis tábor, ami azt jelenti, hogy reggel jönnek a gyerekek, egész nap számos programot csinálunk nekik, úgy terveztük, hogy 45 perces blokkokban, mint a tanórákban lesznek különböző elfoglaltságok, de nem mondom el, hogy milyen, hogy legyen ez nekik meglepetés. Számos programot terveztünk nekik, lesz egy egész napos állatkerti kirándulás, és így töltjük ki a napjaikat tartalmasan. Úgy fogalmazott, hogy lesznek programok, meg amikor majd, tehát akkor még egyelőre ez nem indult el ez a tábor, tehát még nem zajlik. Jövő héten indul, július 22-én. Hogyan lehet jelentkezni ebbe a táborba? Mert gondolom, még van rá lehetőség. Igen, van rá lehetőség. Egyes típusú diabéteses gyerekeket nagyon sok szeretettel várjuk. Vagy a gondozóban, vagy a Nyírdiabet Egyesület Facebook oldalán keresztül lehet erre jelentkezni. A Nyírdiabet Egyesületnek mennyire vannak olyan kollégái, akik tényleg autentikusak és át tudják adni ezeket az információkat, és ha vannak, akkor egyáltalán honnan toborozzák őket? Vannak szakembereink is. Hál' Istennek van olyan szakember, aki kifejezetten a diabétesz edukációjával foglalkozik, ők a diabétesz edukátorok, két diabétesz edukátorunk van. Van pumpa nurse, ami egy angol megfogalmazás, az inzulinpumpával kezelt gyerekeknek az inzulinpumpa technikai hátteréhez ad ő segítséget, ezt tanítja meg nekik. Úgyhogy van edukátorunk, van pumpanőrszünk, és van diabetológiában jártas szaknővérünk is. Úgyhogy minden olyan képzést az egészségügyben és az oktatásban dolgozók megkapnak, amivel a gyerekeknek az oktatását, a diabétesszel kapcsolatos oktatását teljes mértékben le tudjuk fedni. És hogyha jól tudom, akkor ők is azok, akik felügyelnek a táborban. És nagy vannak önkénteseink, egyetemisták is, igen, akik segítenek különösen a programszervezésben, és van egy pedagógus is, aki kifejezetten a pedagógiai szakértelmet adja meg a táborban. Azért egy ilyen táborban mire kell odafigyelni? Főleg, hogyha egyes típusú
diabéteses betegek, gyerek, hát nem beteg gyermekekről, hanem inkább mondjuk az, hogy ilyen diabéteses gyerekekről beszélünk. Hát ez tábor, hát az első és legfontosabb dolog, amire odafigyelünk, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. Úgyhogy ezért van ez a rengeteg program, és a jókedvük, a boldogságuk a legfontosabb, és csak másodsorban fontos a tényező az, hogy az edukációjuk, a diabéteszek kapcsolatos edukációjuk is jó legyen. Mert nagyon fontos, hogy a kettőt összehangoljuk, de ezeknek a gyerekeknek, ahogy a felvezetőben is hangzott, nagyon sokszor nincs lehetőségük arra, hogy a kortársaikkal elmenjenek kirándulásra, és a szülőknek is elég nagy odafigyelést igényel az, hogy a gyerekek, amikor elmennek a kortársaikkal, osztálytársaikkal kirándulásra, akkor ők állandó készenlétben vannak. Úgyhogy most szeretnénk a szülőket is, és a gyerekeket is egy felszabadult héttel megajándékozni, amikor nyugodtak lehetnek, hogy szakmai kezekben, jó kezekben vannak a gyerekek, tanulnak, a vércukruk rendben lesz, és a gyerekeket is biztosítani arról, hogy önfeledten tudják ezt az egy hetet eltölteni. És az sem mindegy, hogy mit étkeznek, ugye? Tehát itt hát különösen odafigyelnek arra, hogy mi legyen az uzsonna, illetve az ebéd. Igen, természetesen ez abszolút prioritása az étkezésükben. Uh-huh. A nagyobbaknak is, a nagyobbakat is várják, tehát nem csak a 6-12 éveseket, hanem a 12-19 éveseket is, ugye? Őket is várjuk, bár ők már a nagyobbacskák, és ő nekik nem okoz gondot az, hogyha akár egy hetet is távol töltenek a szülőktől. Nekik még egy tábort szoktunk szervezni, ami már úgymond ott alvós tábor, teljesen távol a családtól, és az egy szintén egy egyhetes tábor, az a Velencei tópartján szokott lenni egy kerékpáros tábor. Ők pedig már abszolút kamaszok. Ez úgy tudjuk, ez a dac korszak. Őket azért megszólítani nem olyan túlságosan egyszerű, gondolom. Elfogadják a betegségüket, vagy vannak olyan részek, amelyekkel dacolnak? Hát a kamaszok azok mindennel dacolnak. Szeretnék újraírni a határokat, amiket az élet és a család és a környezet szabott nekik, és még ráadásul a diabéteszes gyerekeknél, amit a diabétesz szab nekik. Ekkor szokott még előfordulni a diabétesz burnout, amikor úgymond kiégés, amikor elege van a diabéteszből, nem akar diétát tartani, nem akar vércukrot mérni. Szeretné, hogyha a közösség elfogadná, nagyon fontos a kortárs közösségnek az elfogadása. És minden, amikor egy gyermek ebben az életkorban más, mint a többi, azt ők nehezen élik meg. Ehhez nagyon sokszor kell segítség, családi, pszichológusi segítség, hogy ezt az időszakot feldolgozzák. Nagyon nehéz korszak, amikor iskolát váltanak, általános iskolából középiskolába mennek, be kell illeszkedni egy új közösségbe. Az új közösségbe hogyan mondjam el, mint mondjam el. Ez valóban nehéz, plusz még a kamaszkor okozta új határoknak a keresése, úgyhogy a táborban, amikor a kortárs közösségben látják, hogy azok, akik már ezen a korszakon túl vannak, és el tudják fogadtatni ezt az egész állapotot a közösségükkel, a környezetükkel, azok hogyan birkóznak meg ezzel a nehézséggel, ez nagyon-nagyon sok segítség azoknak, akik úgymond még most lépnek bele a kamaszkorba. Szerintem a személyes példamutatás, mármint hogy a gyermekek, a kortárs közösségi példamutatás, annál jobb tananyag nincsen. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk, doktornő. Köszönöm a meghívást.